A német nemzetiség országos szinten is élen jár az iskolák, óvodák fejlesztésében az utóbbi években. A BOI német önkormányzat, mint a helyi általános iskola és alapfokú művészeti iskola, valamint az óvoda fenntartója sikeres pályázatoknak köszönhetően több fejlesztést is megvalósított az intézményekben. A legutóbbi, mintegy 80 millió forintos beruházás, melynek során étkezőt és egy melegítő tálalókonyhát alakítottak ki, a helyiek és a kormány összefogásában valósult meg. Évszázadok ezelőtt, amikor ide érkeztek a német nemzetiségnek az elődjei Dunán, az Ulmer Schachtellel, akkor nem gondolták az ősök, hogy egyrészt szorgalmukkal, kitartásukkal milyen fantasztikus dolgot fognak alkotni ebben az országban. Tényleg bárhova megyek, Kárpát-medence szerte, ahol németek laknak, mindenhol az ő kezük munkája dicséri azt a sok-sok szépséget, amit látunk. Másik oldalról meg azért sok-sok szenvedésen is átmentek méltatlanul, amit én azt gondolom nem a magyar nemzet okozott, hanem mások. És nyilván nekünk meg az a feladatunk, már csak az ősökre való tisztelettel való odafigyelés miatt is, hogy megőrizzük a hagyományt, megőrizzük a nyelvet, amennyire lehet a nemzetiséget minden több településen, és itt Bolyón is tulajdonképpen szolgálja, hogy az iskola jól működik 400 gyermekkel, és hát 400 gyermeknek meg enni is kell. És hát kulturálatlan nehéz volt a múltban, át kellett kelniük az úton, most megvalósult egy régi lepusztult épületből, gyönyörű, szépen megvalósították építők, mesterek és a helyiek. Mindez a kormány 60 millió forintos támogatást adott, Boly önkormányzata 20 milliót, ami nagyon szép dolog, mutatja az összefogásnak az erejét is, meg aztán utána az eredményét is. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, hogy ebben a nemzetiségek által leginkább lakott körzetben is a legerősebb a német közösség. A kormányzat az elmúlt évtizedben minden lehetőséget igyekezett megadni a magyarországi német nemzetiségűeknek. Nyilvánvaló volt számomra, hogy eljön az a pillanat, amikor azt látjuk, hogy nagyon sok intézmény működtetését, fenntartását átveszik a nemzetiségi önkormányzatok. Boly is erre példa, ugye egy nagy körzeti iskolát valójában a német nemzetiségi önkormányzat működtet, és sikerrel működteti. Az iskola egy olyan intézmény, ami a kultúra tovább örökítésének hát elsődleges szintere. Mi még sok mindent tanultunk a szüleinktől. A kis településeken működtek, meg ma is működnek azért különböző civil közösségek. De a kultúra átadás igazi szintere az iskola, és ez akkor van jó kézben, ha maga a közösség, a nemzetiségi közösség itt Bolyban a német önkormányzat irányítása alatt van. Sikerrel teszik, jó pályázatokat nyújtanak be, forrásokat nyernek el, képviselőként is nehéz követni az akaratukat, de mindent megteszünk érte, hogy az a jövőben is így legyen. A BOI német önkormányzat 2015. szeptemberében vette át a BOI általános iskola és alapfokú művészeti iskola, valamint a BOI óvoda és bölcsőde fenntartását. Céljuk a nemzetiségi törvény szerinti elvárásoknak megfelelő működtetés, a magas szintű modern nyelvoktatás és a hagyományok ápolása. A gyerekeink nagyon hosszú utat tettek meg a kollégium konyhájáig, oda-vissza egy kilométert, másfél kilométert, ugye, amíg ebédhez jutottak, és ez mindenféle időjárási viszonyokban, esőben, hóban, szélben, jégben, pici elsősök is, kollégák is, és az az egy óra, ami erre ráment, hát azt ugye fordíthatták volna játékra és egyéb nevelési dolgokra. Úgyhogy nagyon örültünk, amikor beadtuk a pályázatot,
ennek az épületnek az átépítésére, és támogatta Magyarország kormánya ezt a projektünket 60 millió forinttal, és Bolyváros önkormányzata is hozzátette a 20 milliót, és akkor ebből az iskola udvarán álló régi épületben, amelyben a könyvtár volt régen, két osztályterem volt, egy technikaterem az alaksorban, erre most már nem volt szükség, a szakközépiskola ugye megszűnt itt, a könyvtárat átköltöztettük az iskola épületébe, és akkor felszabadult ez az épület, és ezt a csodálatos melegítő tárolókonyhát és a menzát itt fel tudtuk építeni. Az ebédlő berendezési tárgyait a német belügyminisztérium segítségével vásárolták meg. A menza falára német nyelvű feliratok és sváb ételek képei kerültek.